Január 13. Az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. A hit a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Akkor beszélhetünk hitről, amikor az értelem elfogadja Isten igéjét. Azt az igét, amely Isten iránti készséges odaszentelődésre, annak az Istennek a szolgálatára kötelezi el a szívet, aki az értelmet is adta, aki a szívet is megindította, aki először láttatta meg velünk Krisztust a Golgota keresztjén. A hit az intellektuális erők Istennek szánása, az akarat és az értelem teljes átadása az Úrnak, valamint annak a gyakorlati elfogadása, hogy egyedül Krisztus az ajtó. Csak ő általa léphetünk be Isten országába. Mindenkor Krisztus legyen számunkra az Isten országába jutás egyetlen ajtaja. Amikor emberek rájönnek arra, hogy érdemszerző cselekedetekkel nem nyerhetnek igazságot, és szilárd, erős bizalommal Jézusra tekintenek, mint egyetlen reménységükre, akkor bennük már nem fog oly sok megnyilatkozni az énjükből, és oly kevés Jézusból. Test és lélek egyaránt megfertőződött, beszennyeződött a bűnnel. A szív elidegenedett Istentől. Mégis sokan azon fáradoznak, hogy a maguk véges erejéből, a saját jó cselekedeteik által szerezzék meg az üdvösséget. Úgy gondolkodnak, hogy Jézus tenni fog ugyan valamit a megváltásukért, de a többit nekik kell megtenniük. Az ilyeneknek fel kell ismerniük Krisztus igazságát, mint egyetlen reménységüket, mind az ideiglenes, mind pedig az örökkévaló világban.